helyére került a töltőállomás csatlakozója, innentől kezdve nagyjából másfél óra alatt feltölti a lemerült akkumulátortakút. Ez a második gyors töltő Szekszárdon augusztusban adták át. Korábban a város elektromos autót is vett, ezt a helyi vagyonkezelő cég alkalmazottai használják a munkájukhoz. Pénteken a város képviselő testületének idei utolsó ülésén újra téma volt az elektromos járművek beszerzése. A város ugyanis egy pályázatnak köszönhetően jelentős összeget fordíthat két ilyen eszközre. Hogy most pontosan mi lesz, személyautó, kis teherautó, kis busz, ez még nem került meghatározásra, és ez tulajdonképpen egy keretösszeget jelent, 2x15 millió forintot, én azt gondolom, hogy ebből már lehet venni rendes elektromos autót. Bármelyik járműhöz is jut hozzá a város önkormányzata, az biztos, hogy a fejlesztésnek köszönhetően jelentős megtakarítást tudnak elérni. Ezt mondja Ács Rezső, Szekszárd polgármestere. Gondolkodunk abban, hogy bizonyos helyi közlekedési feladatokat például ezzel a kis busszal tudnánk megoldani, vagy akár itt a városon belüli szállítmányozáshoz egy kis terautó talán szerencsésebb lenne, mint személyautó. Meglátjuk, milyen feltételeket írnak ki, én azt gondolom, hogy ez óriási lehetőség. Az elektromos autók mellett az ezekhez szükséges újabb töltők telepítése is terben van. A cél, hogy jövőre már 20 ilyen kút működjön Szekszárdon.